Idegen házakba csengetett be az ország több részén a csaló férfi, főként idős embereket vert át, tolnán is volt áldozata. Azt mondta a sértetteknek, hogy egy céget képvisel, ami nyílászárók forgalmazásával és beépítésével foglalkozik, így pedig olcsón tudnák kicserélni az áldozatok házánál az ablakokat és az ajtókat. Többeket át tudott verni, tőlük előleget kért, amiért cserébe még számlát is adott, csak hogy azt egy már évekkel korábban megszüntetett cég bélyegzőjével pecsételte le. A vádlott azonban a megrendelt munkákat nem teljesítette, és ez már a sértettekkel történő kapcsolatfelvételkor sem állt szándékában. A tekintettel arra, hogy ehhez nem rendelkezett a gazdasági társaság szükséges anyagi fedezettel, valamint a munkák elvégzéséhez szükséges személyfeltétellel sem. A férfit végül Tolna megyében fogták el, és az ügyét is itt tárgyalták. Összesen több 100 000 forint kárt okozott az áldozatainak, amit a bíróság előtt el is ismert. Ezért őt a járásbíróság halmazati büntetésül 2 év 3 hónap börtönfokozatban végrehajtandó szabadságvesztésre és 4 év közügyektől eltiltásra ítélte. A bíróság továbbá kötelezte a vádlottat, hogy a sértetteknek okozott kárt térítse meg. Az ítélet jogerős, mert azt a csaló férfi és az ügyész is tudomásul vették.